olvasmány a Teremtés könyvéből. Szólt az Isten, teremtsünk ember képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ő uralkodik a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog. Isten megteremtette az embert saját képmására. Isten képmására teremtette őt. Férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik. Legyenek termékenyek. Szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és minden állat fölött, amely a földön mozog. Azután ezt mondta Isten. Íme nektek adok minden növényt, az egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot ejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen. A mező vadjainak, az ég madarainak, s mindennek, ami